A globális sikert követően az univerzum legnagyobb S-fejeinek vissza kellett térniük, hogy ismét megmentsék a galaxist a végveszélytől, nyilván. Ultronkora ide, polgárháború oda, az űrben nem sok minden változott. A csapatépítő tréningként is felfogható Volume 1 után immáron éles bevetésen láthatjuk viszont a galaxis őrzőit, akik épp veszélyes és értékes kütyük megvédésén dolgoznak, mert hát őrzők, a szuverének névre hallgató, meglehetősen öntelt népség megbízásából. Mivel csapatuk továbbra is renitens, konok és meglehetősen infantilis tagokból áll, ezért a küldetés nem egészen úgy sikerül, ahogy eltervezték, és hamarosan kénytelenek menekülőre fogni. A csávából aztán egy rejtélyes megmentő húzza ki őket, aki aztán annak rendje és módja szerint be is mutatkozik. Ő Ego, nem mellesleg űrlord apja. A helyzet pedig innen kezd csak igazán bonyolódni. Maga a film viszont pofon egyszerű receptet követ. Fogták az előző filmet és minden tekintetben felturbózták azt. Igen, jól sejtitek, a Volume 2 az úgynevezett bloated sequel betegséggel kokettál, viszont mégis megúszta a dolgot, hisz a galaxis őrzői pont az a matéria, melyet nyugodtan túl lehet tolni. James Gunn író-rendező ennek tudatában rendesen el is engedi a gyeplőt, így filmje nagyobb, harsányabb és komolytalanabb, mint az előző, és ez nem kis teljesítmény, ugyanakkor érzékenyebb, érzelmesebb és valamivel mélyebb is, ez pedig pláne nem kis teljesítmény. Na, ismételd el, amit mondtam. Míg az első film a Marvel Studios egyik legnagyobb kockázata volt, addig a folytatás már az egyik legbiztosabb befektetésévé vált. Nem is csoda, hogy míg az első részt a lecsendesülő augusztus elején futtatták meg, addig a folytatást már a blockbusterek egyik legkiemeltebb időpontjára, május elejére pozícionálták. A film ennek megfelelően jó néhány dologban biztosra is ment. Mindenki tudta, hogy kicsi Groot az egész világot leveszi majd a lábáról, hisz ehhez elég volt az első film néhány képkockája, ezért aztán rendesen tele is rakják vele a filmet, pedig alapvetően nem sok haszna van azt leszámítva, hogy a többiek hozzák a formájukat, Peternek ezúttal is többnyire csak a szexen jár az esze, mint egy tinédzser fiúnak, Drax továbbra sem tud disztingválni, és ami a szívén az a száján, Mordány kőkeménynek állítja be magát, közben pedig majd kidurran a mellkasa, akkora szíve van, Gamora pedig olybá tűnik, mint az óvó néni a megvadult óvodások között, próbálja a többieket terelgetni. Nincs ezzel baj. A 2014-es film akkorát szólt, ott bemutatott figurái olyan emlékezetesre sikerültek, hogy ennek hála már régi ismerősként köszöntjük őket újra, akik pontos úgy cselekszenek és éreznek, ahogy az tőlük elvárható. A legtöbb újdonság a rossz fiúk oldaláról jön. Egy-két fordulat ezek közül már a bemutató előtt is sejthető volt, hála az előzeteseknek, némelyik megidézi a halálos iramban filmeket komolyság tekintetében, és végre sikerült előállni egy igazán érdekes főgonosszal is, akinek ugyan megint csak világhódító szándékai vannak, de legalább személyében is lehet hozzá kötődni. Én vagyok az apád, Peter. A poénok harsányabbak, az akciók pedig ívesebbek és szimpatiasabbak lettek, és ugyan hangvételében és karaktereiben már hiányzik az újdonság ereje, a film kreatív univerzum alkotása ezúttal is bámulatos, az újonnan jövő figurák, például az érzéseket pásztázni és némileg módosítani képes, egyébként burokban született és társasági szempontból katasztrofális Mantis kitűnően színesítik az amúgy is színpompás társaságot. Gunn pedig még mélyebbre merülhet a 80-as évek örökségében, melyhez anno a Troma Entertainment egyik oszlopos tagjaként ő is alaposan hozzájárult. Értsd, a Galaxis őrzői 2 tocsog a 30 évvel ezelőtt menő górban. Persze ennek rajzfilmes, családbarát változatában, meg az akkori popkulturális referenciákban David Hasselhoff-tól Heather Locklear-ig. Apropó referenciák, valószínűleg nincs még egy olyan Marvel film, ami ennyire meg lenne szorva obskurusabbnál obskurusabb húsvéti tojásokkal. Mivel maga a Galaxis őrző is egy szűkebb réteg által kedvelt képregény volt, ami a Marvel moziverzum beindulásával párhuzamos kapott új erőre, ezért ennek világából szemezgetve még a legelvetemültebb kockás rajongók is meglettek izzasztva egy-két hivatkozási ponttal vagy vendégszereplővel, melyek közül néhányra még a bemutató után évekkel is vadászhatnak a rajongók. Persze ezúttal is látszik, hogy ezek a filmek már rég nem csak a képregény rajongóknak készülnek. Az MCU különálló intézményé vált, amely gigantikus és kitartó rajongótáborral rendelkezik, hála annak, hogy ez az egy évtizede létező univerzum egyre csak tágul, egyre mélyebbre merül saját hátországában, és ezzel párhuzamosan egyre messzebb megy a világalkotásban is, közben pedig ügyel arra, hogy lehetőleg mindig ugyanazt a rémesen egyszerű, de üdvös hatást érje el, hogy szórakoztasson.
A Marvel Studios egyik legkockázatosabb vállalkozásából a második részre az egyik legbiztosabb befektetésévé vált. Teli találat figurái ugyanazt hozzák, amit megszerettünk tőlük, kalandjaik és érzelmeik is ismerősek, csupán a tempó, a tét és a távolságok nőttek nagyot, úgy egyébként minden más paraméterrel együtt. Ugyanakkor ezek a megnőtt paraméterek és a behozott új figurák néhány meglévőt a margóra szorítanak, köztük például Peter Quill-el, aki a film jelentős szakaszát azzal tölti, hogy zenét hallgat a faterral, de oda se neki, mert erre a zenére lehet táncolni.